Már csak néhány napig, egészen pontosan március 31-ig lehet szavazni a Sátoraljaújhelyi mentőállomásra az Unilever Magyarország akciójában. A szavazatok a Segítsokosan internetes oldalon vagy Facebookon adhatóak le az újhelyi mentősökre. A tét pedig nem más, mint hogy a csoportjában legtöbb szavazatot kapott mentőállomás 300.000 forintos pénzjutalomban részesül, ezen túl egy fél automata defibrillátorral is gazdagodhat az állomás. Ez a pénz, ez igazából ez meghatározott keretek között történik majd az elköltése. Ez nem azt jelenti, hogy a dolgozóknak a jutalmazására fog kiosztásra kerülni, hanem valami olyan eszközt próbálunk majd előre vásárolni, ami a mindennapjaikat segíti. Itt ilyen tervek születtek meg, hogy egy hűtőkészülék, egy új tévé, cipőszekrény, tehát ilyen dolgok lennének, amikre szeretnénk elkölteni ezt a 300.000 forintos összeget. Természetesen ugye a másik sarkalatosabb része, ez a félautomata defibrillátornak a megléte. Akkor végre kimondhatnánk azt, hogy mind a 6 autónkban, tehát a 6-ból nem csak 5-ben, hanem a 6. autóban is meg lenne ez a jelenleg legkorszerűbb félautomata defibrillátor. A mentőállomás vezetője elmondta, hogy természetesen fontos számára, hogy munkatársai a központban eltöltött időben minél komfortosabb körülmények között legyenek. Itt nem luxus dolgokról van szó, hanem a mindennapi dolgoknak a végrehajtásához egy pár eszköz, ami megkönnyíti a mindennapjaikat. A legfőbb azonban mégis az, hogy a 6. mentőautó is fel legyen szerelve újraélesztő készülékkel. Amikor a bejelentés megtörténik, ha már van erre esély, hogy a kikérdezésnél és a bejelentésnél ez kiderül, hogy feltételezhetően ilyen probléma is állhat a háttérben, akkor olyan autót fogunk küldeni már a helyszínre, hogyha van bent olyan autónk. Ha másik autót küldjük ki, akkor ő természetesen ugye segélykocsit kérhet az újraélesztéshez, és a legközelebb lévő, vagy esetleg addigra felszabaduló mentőautót fogják a helyszínre irányítani. Tehát valamelyest meg tudjuk ezt oldani, ezt a problémát, de a teljességigény az megkövetelné, hogy legyen akkor minden autóban, hogy ezt meg tudjuk oldani azáltal, hogy a környéken a lakók, élők szavaznak, és ezzel is megpróbálnak segíteni nekünk. A Sátoraljaújhelyi mentőállomás 1963-ban alakult. Jelenleg 80.000 fős vonzás körzetben, 6 mentőautóval 55 fős dolgozói létszám teljesít szolgálatot.